Na szavaztok, folytatjuk a Sirius Sam 4-et. Megérkeztünk a harmadik fejezetbe. Itt is vagyunk. Szép zöld ez a pálya. Á, 80 fér egy tárba gépfegyónál. Körbenézek. Igen, leginkább ezért. Ez egy titok volt. Királyság. Ez titok volt. De ez titok? Gépfegyó elég jó, csak ott majd megpróbálok kicsit spórolni, mert az a 300 lőszer az nem olyan hűde sok. Nem tudom, hogy mennyi a maximum. Hey! Nem. Ne hányjál le, légy szíves! Nem szép dolog lehányni a másikat. Ajaj! Ó! Oh! Ne haragudjál már! Amikor lánc reakciót sikerült csinálni, egyszerre több robban, az fantasztikus. Gyönyörű! Az a baj, a felvételen, videóban olyan sok részlet elveszik, hogy szinte más játéknak látszik. Veszteségmentes képen fényévekkel szebb a játék. Egy hányos? Igen, hányos. Nem? Nem lehet? Nem lehet kinyitni. Jaj, de hiányzott egy jó kis FPS. Most az új géppel gyakorlatilag rengeteg FPS előtt megnyílt az út. Lehet, hogy majd a Doom-ből is fogok egyszer majd csinálni végigjátszást, mert nem tudom, hogy arra lenne igény részemről. Hát abban nem vagyok annyira profi, mert az ennél sokkal gyorsabb.
Az élettöltő. 3 HP miatt vegyem föl. Ezt így nem lehet kinyitni. Horus kulcs! Hello everyone, and thanks for tuning in. This is Bill Corwin with Memories of Earth. Remember going to the ball game? We all did it. On every continent, in every country. Sometimes the ball was round, sometimes it was oval. Some balls were black and white, others were brown. Sometimes the ball was a puck, or maybe even a frisbee. Even if you weren't into it, you knew someone who was. It was a thing that, in its own way, united us. I miss those carefree afternoons when all that mattered was which way the ball went. That feeling of being together in a big circle with thousands of other people, feeling the surge of the crowd, the excitement, the tension. Having a beer and a hot dog and just screaming along with everyone else until your throat was raw. Taking it all way too seriously because we knew it didn't matter that much. As opposed to now, we have to laugh about everything because it's way too serious. We need to get the... Opa! Alter! Scheiße! Mega barf! Steam Achi! Zo! Ide kellett a Horus kulcsa. Na, megjöttek a klírek! Megpróbálom ezeket majd double barrel, shotival, dupla csövővel, remélem one hit kill lesz. Annak kéne lennie. Hogy kell én ebből kilépni? Why do I keep running into locked doors? Bad luck. You're always going the wrong way? Doors hate you? Increased security in war zones? Am I the only one who knows you shouldn't answer a rhetorical question? No, sir, I... Nektek is arénának tűnik? Jaj, ne. Anyád. Ezt elszámoltam.
Sam? Is what true? You did it in a helicopter while fighting off harpies over Beijing? Don't be stupid, Rodriguez. Hey, it's just what I heard. There were no harpies in Beijing, you moron. You believe everything you're told? Sorry. Hallo! Alter! Boah, alter Schwede! Milyen jó interakció van a vízzel! Boah! Hát ez így élőben veszteségmentes képen, ez teljesen... Teljesen más élmény, mint videó nézni. Ezt komolyan mondom, ez... Ég és föld a különbség. Akkor jó felem megyek, mondom, erre van a mellékküldetés, de elég nagy területet csinált. Basszus, erre emlékszem. Itt nagyon nagy küzdelem lesz, ott Landon a kis tónál. Nem? Átkozó gránátosok. Ha megy a fejlövés, akkor ezeket viszonylag hamar el lehet intézni. Csak menjen a fejlövés, ja. Megnézem, hogy van-e erre valami. Elrejtettek-e sot időszar, oké? Elrejtettek-e ide még valami értékeset? Látom, nem. De egyelőre azt kell mondjam, hogy a vámpírok szerintem a legrosszabbak. Messze azok a legrosszabb, legkellemetlenebb fajta ellenfelek. Ajaj. Jó, volt egy mentés, úgyhogy... Csak akkor triggerelem az ellenfeleket, ha oda megyek, ugye? Hogyha felveszem azt a cuccot. Ezt leellenőrzöm. Vagy akkor is, hogyha csak megközelítem. Most ide jöttem. Ami nem jön senki. Jézusom. Most kezdődik a Daridó? Thank you.
Jaj! A páncélomat elég gyorsan szétdarálták. Mi? Fuck! Ajajajajajaj. Na, vége a mókának. Fú. Ja, akkor jól emlékeztem, hogy néhány mellékküldetésnél sokkal keményebb harcok vannak, mint a sztori küldetéseknél. Hát csak most a páncélom oda lett. Megint majd kell spóroljak a Sturmgewehrrel, mert a Scrapjack ellen rendkívül hatékony. Most nem is tudom, hogy hova kell ez a kulcs, így hirtelen. Ja, bár ja, hülye vagyok, mert mutatja. Team, status update. I'm okay. I'm more than okay. All good. Well, a horde of clear attacked the car, but now I'm bored. Ja, azt tudom, hogy valami titkos izé, de csak átklippelt egy virág a falon. Nice. Ezért kell mindig körbenézni. Halló? Én... Nem innen jöttünk? Halló? Basszom. De onnan jöttünk. Nem, mert innen jöttünk. Hey, Jones. What now? Tell us a joke, Jones. Rodriguez. Come on, man, tell us a joke. I just did. Pern. Ah. Kultiszt. Stimulátor, azt mondja a Steam Achievement. Jó. Rüstung. Azaz. Wood Serum. Esélyen speciális cucc. Ja, ez ilyen
Ez olyasmi, ez a Sirius-féle quad damage, ha úgy tetszik. De brutálisan megnöveli a sebzést. Rövid ideig, nagyon rövid ideig. És akkor minden szét lehet darálni nagyon gyorsan. Azt hiszem ez az. Rossz fegyver volt kiválasztva, azért kapotta. Nem figyeltem, hogy sima sotit vette elő, nem a dupla csövit. Oha! Plusz 50-es rüsztünk. Ajjaj. És itt? Nincs semmi eldugva? Itt nincs semmi eldugva. Oké! Okay. One hit kill működik a dupla csövűvel, ahogy kell. Addig kellett volna lelőni, amíg ott voltak a csontik, de hát... annyi időm nem volt. Aha. Mises Karma fel... Ó, a faszom. Igen, ez tényleg szemét volt. Ez tipikus Sirius szemes csapda volt, igen. Na, akkor gyors ezt felveszem. Oké. Okay. Hey Hellfire. What? Rodriguez, shut up. A textúrák még mindig nagyon jók. Na, most mit kapok a nyakamra? Itt volt egy automata ment... Opa! Milyen hangjuk van? Ura ez a rész itt. Oké, ilyen rész nekem nem rémlik. Ú, de korom sötét van ebben a teremben. Hello?
egyáltalán nem emlékszem, mert bár könnyen lehet, hogy azért nem, mert valószínűleg a videósok, akiknél néztem korábban véget, lehet, hogy ők nem nézték meg ezt az épületet, nem tudom, nem emlékszem rá tényleg. Oké. Itt vagyok fönn, és ez nekem miért jó? Oké. Ez 25-ös páncél, ugye? Na, most már tudjuk, hogyha páncélt veszitek, akkor ott van fönn egy 25-ös. Oké. Jó, itt is van! It's been hard to get any news out of France after the comms network collapsed during the Battle of Paris. But we've finally managed to contact some of our sources. We're being told that the bulk of Lord Ackerman's troops is starting to move out of the capital, presumably to aid the forces occupying the south, which have been debilitated by constant attacks from the French resistance. In Paris itself, the local infrastructure is in ruins, with survivors struggling to find food and clean water. EDF relief efforts are underway, but hampered by the continuing swarms of drones and the presence of an Octanian harvester Leviathan. We'll keep you up to date as the situation develops. Párizsban is nagyon nagy kaki van. Fin de Alessandro. Újabb mellékküldetés. Hát akkor természetesen igen. De Schmalegrad. Granaten and the Einfachen Schrotflint. Ja igen, ezért is megéri mellékküldetést csinálni, mert a jutalom az további felszerelés vagy fegyver. Úgyhogy, ja, mindenképp akkor. Megnézzük. This is either the world's worst nosebleed or something I should look into. Egy komoly orvérzés lehet ez. Hát igen, igen. Man, did you see that shot? Szép nyugodtan. Teljesen le kell őket szedni, azt jó van. Itt is van még páncél. Aha. Hello? Hello. Hamarabb vettem észre őket, mint ők engem. Jó napot kívánok! De milyen szép ez a terület, nem? A pályadizájn szerintem tök jó amúgy. Nem gondoltam volna, hogy ennyire más lesz rendesen élőben játszani ezzel, mármint úgy értem, hogy élőt, hogy saját magam tapasztalom meg a játékot, és hogy veszteségmentes kép ennyire szebb lesz, mint bármelyik 4K YouTube felvétel, de durva. Még azok sem csúnyák, de nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz a különbség. Oda néz. De tök szép lett ez a pálya rész.
Oké. Okay. Mondom, még nem vagyok teljesen reménytelen. 500 méterről fejes? Na jó, nem volt 500 méter, tudom. Ez majdnem. Nem? Ez most nem jött össze. Észre se vett a nagy! Pár fejes még azért le tudok osztani messziről is. Oldani, milyen sok szép virág, azt a mindenit. És ugye pont a növényzet az a fajta grafikai elem, olyan fajta geometria, mert rengeteg vékony geometriából áll, ami nagyon-nagyon brutálisan, masszívan romlik videótömörítésnél. Tehát ahol ami veszteségmentes képen fényével keszebb. Nem is lehet összehasonlítani. Mondom! Még pár fejes ki tudok osztani! Ha nagyon kell, még pisztollyal is! Még egy hányó, jaj ne! Vampirok ellen a dupla csövű nagyon hatásos. Zó! Fúj! Uncsösz! Hívj a hangyal! Imádom ezt a játékot! Imádom! Annyira szép! Ez játék gyönyörű minden szempontból! Összejött végül. Sorszinte, oké. Van még egy nagy. Csüssz. Csüssz. Az igen. Csak a fejlövés. Ohohohoho! És azt is, te jó atya úristen, azt az egy fél pixelt eltaláltam. Mondom, annyira még nem vagyok reménytelen, annyira még nem vagyok öreg. Ezek szerint. Huszonhétszoros monitor előnye. Ez mi volt? De jó! Aha! Értem!
Mi van veled, eltévedtél? Az első mellé. Na. Ilyet, hogyha nem a seggembe spónoltak volna le, akkor nem veszítettem volna ennyi páncélt. Ja, shit happens. Azt szeretem, amikor láncreakció sikerül kiváltani a kamikázékból. Na, ezek itt maradtak? Páncélt vissza is kaptam. No problémo. Úgyis majd előbb-utóbb eljön ez a pontja a játéknak, ahol mindenképp használnom kell majd ezeket a speciális tárgyakat, ezeket a úgynevezett gadgeteket. Ugye jobb alsó sarokban mutatja azokat a játék. Ugye életerő töltőből van három, igen, három. Akkor a Wood szérumból van szintén három, és a hólószemből van kettő. Ajjaj. Ezt még egyelőre nem veszem fel, mert az... For the cause. Aja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 j
Gránátvelfe! Oh, yeah! Hey, dude. Your war's over, but mine's still going. Hát akkor fölveszem. Ki az? Remek! Ti hiányoztatok ide! Nem tudtam, hogy ki hiányzik az életemből. Remek! Ez baj! Ez baj! Ez még nagyobb baj! Köcsög vámpírok. Jaj! Aha! Jó napot kívánok! Ó,
az anyátok. Ojjajajajajajajajaj, ez nagyon nagy baj, ez nagyon nagy baj. Ez elég nagy kaki. Jézusom. Ennyi ellenfélre nem számítottam egyszerre, megmondom őszintén. Oj. One hit kill. Hát kicsit leamortizáltak az ellenfelek szerintem. Egy kicsit, já. Hát igen, mondjuk úgy, hogy megközelítőleg sem számítottam ennyi ellenfélre. De most, hogy kinyírtunk mindenkit, reméltem, hogy itt valami el lesz dugva. Valami titkos finomság. Hát nagy nyílt terepen semmi esélyem nem lett volna, azt szerintem beláthatjuk. Vissza meg a csávóhoz, mert ott van egy nagyon nagy életerő csomag. Egy utazótáska formájában. Azaz. Ez itt. 50-es. Azaz. Na. Így már azért sokkal jobb a helyzet. Azok csak virágok. Ja. Ott van még egy kevéske páncél. Ja, maximum van a lőszar. Egy kis gyógyszer. Tökéletes. Ó! Na, ezért kell mindig szétnézni, ezért kell mindig visszamenni és kipucolni a területet. Ez az, látod, mintha mi sem történt volna, visszakaptam a HP-mat, páncélom nagy részét. Nincs semmi gond. Hát nem sokon múlt az előbb, hogy majdnem ott hagytam a fogam. Az igaz. És úr, még hány ilyen lesz? Hajjaj, hány ilyen lesz még? Még nagyon sok. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Na de megvan. Megvan a gránátvet. Ó, de nézzé. Tényleg, ezek is itt vannak még. Ajjajjaj! És van még élet. Itt erre rámentem, jó? Így né. Ez még a játék eleje?
Ez még csak az eleje, annak később olyan szopások lesznek. Még nem megyek oda, még nem. Várj egy kicsit, még nem. Látom, hogy mi van ott, igen. Először itt még... Megnézem, hogy mi nem triggerelek-e itt további ellenfeleket, ha itt mászkálok. Ó, danke schön. Ó, Sturmgewehr, ó, tökéletes, az mindig jól jön. Mennyink van? Sturmgewehrre is az a baj, ugye nagyon jó fegyver, de nagyon gyorsan eszi a lőszart. Ezt még nem veszem fel egyelőre, majd csata után. Itt tudja, hogy lesz valami gigantikus nagy csata. Ójaj. Ójaj. Jézus Máriám! Bacon set. Bacon. Bacon? I shouldn't have skipped breakfast. Azt a minden, mennyire... Lizard or a lizard wizard? Mennyire részletesen ki van dolgozva ez a nagyik. Milyen részletes textúrákat kapott, az előbbi átvezetőben lehetett jól látni. See you later, Magic Gator. Jaj. Jaj, tényleg, elfelejtettem, hogy ezek a zöld projektilek ilyen követősek. Teljesen elfelejtettem. Jaj, most minden is jön. Jó. Nyugalom, megoldjuk! Jaj, ne! Csontvázakat, ne! Akármit, csak ne csontvázakat! Még a vámpírok is jobbak. Sam, I'm heading into Rome with Father Mikhail. We'll stay put until Project Rock and Roll goes live, and then we'll push for the Vatican. Copy that. Good luck, guys.
Ach du heilige Scheiße. Ez is 50-es volt mondjuk. Ez is 50-es életerő. Merjen fölvenni? Na, itt mondjuk az volt a jó, hogy ilyen hatalmas nyílt terep volt. El lehetett futni előlük. Erre nem lehet. Approaching target area. Looks suspiciously quiet. Igen. Enemy contact. Lots of it. Gyanúsan csendes. Igen, igen, igen. Jól mondta Jones. Nincs itt semmi eldugva? Ilyet? Ó, csak nem egy fejlesztési pont. Na nézzük, mit tudunk fejleszteni. Igen, ez nem rossz. Mind a kettő nagyon jó. De én ezt kérem. Mind a két pisztoly külön kell újra tölteni. Egyesével. Tehát megnyomod az R betűt, akkor csak az egyiket tölti újra. Ezt én sem tudtam eddig. Jaj, őket... Guys, szemből nem lehet őket lelőni. Remember, Kitty. Igen. Shoot him in the back. Igen, most mondta is... Fuck. Sorry, csak eltalált. I can't get hammered. Ezeket nagyon nehéz kivédeni. Egyszerűen tűnik kivédeni, de nem az, mert iszonyatosan gyorsak. Mocsok gyorsak. Ezeket a nagyokat... Csak a hátukon lehet sebezni. Á, látom már a zöld... Igen, igen, őt, igen.
Unconscious! Ah! Jaj, de jó! Anyád! Hú, de szar! Erje? Hát de bazeg! Igen, a kalapácsosokkal lesz itt problémám. Én már látom előre. Mert csak a hátukon lehet őket sebezni. Ez így, ez így nagyon rossz lesz. Igen, videón nézve nem tűnt annyira vészesnek, de ez nem egyszerű. Mi kell tapasztalni, hogy hogy lehet őket minél gyorsabban kicselezni. Kivédeni, kidodzsolni, vagy hogy mondjam. Uha. Ajajajajajaj. De rosszat sejtek itt. Bassza meg. Ez nagyon szemét volt itt. Ez a rész, ez végtelenül szemét volt. Ez nagyon-nagyon szemét volt itt, az enemy placement. Finoman fogalmaztam. Beacon one set, heading for the stadium. You know, this place would be kinda nice if it weren't for all the monsters. Megint az volt a baj, hogy a seggembe spawnolt elő őket, mint az orrom elé. És az eléggé... gáz. Össze tudja zavarni a játékos rendesen. Pedig a gépfegyóval pontos spórolni kéne, de hát a játék rá kényszerít arra, hogy használjam. Azt a mindenit! Mondjuk a Sotinak a gránát módját lehet többször kéne használjam.
Lehet, hogy érdemesebb lenne azt gyakrabban alkalmazni. Mondjuk... mondjuk így. Vagy így. Mennyi van? 23. Egy picit azért... egy picit lehetne erősebb ez a gránát, nem? Vagy a, azok a zöld gyíkok túl erősek. Mint egy túl kicsi lenne a sebzése rajtuk. Badd meg! Nem jött jó ki a lépés! De mi mindig a csontvázakat utálom a legjobban. Ilyen helyre csontvázakat berakni... hát basszus. Ez elég nagy szemétség. Annyira, igen, erre számítottam, hogy itt valami ilyesmi lesz. Sejtettem, ez a klasszikus Sirius szem csapda volt, igen. Hol a zöld? Jaj! Jaj!
Azaz. Júj. Ja, most saját magammal szúrtam ki, mert számítottam arra, hogy valami végtelenül szemét csapda lesz. Amikor ilyen egy darab rüsztungot, vagy egy darab életerő egy HP-t raknak le a semmi közepén, akkor az mindig csapda. Úgyhogy ebbe beleszaladtam önként. Várj egy kicsit, Doki, várjál, csak itt, ezeket itt kinyomtam. Dr. Stein is to be believed, there is an alien artifact near the area you are currently in. It once belonged to the great Syrian warrior, but I've spilled my sauerkraut on my keyboard. I'm sure you can find it. Hol did this artifact? Nem is emlékeztem, hogy egy küldetésnél ilyen sok melléküldetés, ezt jól megmondtam, miért? Tehát, hogy egy pályán ilyen sok melléküldetés van. Erre nem emlékeztem. Csak arra, hogy egy, esetleg kettő, de ez már harmadik, vagy a negyedik. Valahogy így. Ó, jaj! Ó, jaj! An authentic ancient Roman rocket launcher. Ó, jaj! Megvan a rakétavető. Ó, jaj! Én csak ennyit mondok. Egyre jobban bedurvul majd a játék. Az a baj, hogy mindjárt kifagyok. Ja, pont annyi csontvázat küldött, amennyi rakétát adott. Ezt pont így akarták a készítők is. Álltál! Az a baj, amíg újra tölti a shotit, addig nem lehet sprintelni. Újratöltés közben nem lehet sprintelni. Ezért kaptam most ipofont. A rakéták. Azt mondja, hogy... Minibossz! Az anyádat. Dagöljél már meg! Felkeltettem Drakulát. Hát nem nagyon értem meg, mert többet vesztettem, mint amennyit nyertem ezzel. Jézusom. Beacon 2 set. Looks like I ain't buying the drinks tonight. That's 'cause I gave you the easy ones, dumbass.
Mindjárt megnézzük természetesen a mellékküldetést, azzal fogjuk kezdeni. Csinálok egy nagy mentést, ha nem nagy probléma. Így. Side Anomaly. Az lesz a belónom, mi az jutalom, hogyha sikerül megcsinálni. Idő anomália. Csak vámpírok. Vagy mi? De ide, ide gyere! Ide! Gyere le! Így! Gyere! Ciao. Jó, így egyesével jöhetnek, ez nem probléma. Egyesével no problemo. Ez így jó. Ilyen ritmusban jöhetnek. Ebben kiegyezek. Egy HP miatt... A HP-t nem veszem föl, mert az pazarlás lenne. Egy HP vesztesség miatt nem akarok egy 25-öst elpazarolni. Csüssz! Nem volt harmadik? Akkor nem volt harmadik. Nem tudom, miért emlékeztem úgy, hogy volt. Ach, du heilige. Tudni akarom, hogy mi lesz itt. Ez megint csak csapdának tűnik nekem amúgy. Kíváncsiságból... Rá lehet ugrani, aha? Fasza! Ó, jaj. This is Bill Corwin, bringing you Memories of Earth. Here's a message from a fellow broadcaster. I miss normal conversations. Like, hi, Quinn, how are you? Are you having a nice day? What did you have for breakfast? Not, Quinn, I got Orthopus ink all over my uniform. How do I get it out? Or, Quinn, Sergeant Flesher just got eaten by a Gnar, and the evac vehicle's on fire? What do we do? Or, Quinn, the satellite is acting up again. Can you hack it and rewrite the code before the missiles hit our own people? I'd like to be more than just the voice on the radio again. Amen to that, sister.
and my sincere condolences to the family of Sergeant Fleischer. Sturmgewehr. Jó, ezeket nem Hermann Stein. Stein professzor, ő a Kieselnek a kollégája, ugye, egyszer említette. Zeitfetzerer. Wie dieses Uhr hat es in den Artefakt eingesetzt? Ein großes Kronenverzerrungsfeld. Jó, az időlassító. Igen, 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 most már leesett. Steam achievement, dead belongs. I believe the artifact was part of the Syrian's research into the properties of time and may have a time dilation effect. So could I use it? In theory, but you must first return it for study. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could bring it back. Or you could use it. Well, thank you, Professor. Shut up, about. Verdammt! Sam bácsi ügyesen kicselezte a professzor urat. Ez szép volt. Fölvettem az artefaktot és nem jön egyszerre 1 millió ellenfél? Mi van itt? Itt valami árulás van. Na, azért. Hallottam itt valakit. Halló? Na, már kezdtem aggódni. Azt hittem, az ellenfelek elaludtak. Ciao. Mi mondtad? Oké. Ki marog itt állandóan? Jaj, de jó! Ciao! Na, már azt hittem, hogy... Unalmas lesz a visszaút. Hey Hellfire, who taught you how to fly? Stevie Wonder. Who's that? Same guy who taught you how to shoot. Stevie Wonder. Oh, istenke. Jaj, jó. Jaj. Szóvic volt. Úristen. Itt van-e? Úristen! Kell egy nagy mentés ide. Itt nagyon nagy kaki lesz. Itt nagyon nagy veszekedés lesz. Hát, ugye nem csoda, itt elég nagy az aréna. Oh my god. Húj.
Ennek csúnya vége lesz. És tudom, hogy milyen fegyvert vegyek elő. 6 rakéta? Ez köszön semmit. Jézus Máriám. Hát lehet, hogy majd itt először kell majd használjak ezekből valamit. 2 darab van az izéből. Jajajajajaj, ennek csúnya vége lesz itt. Lehet itt fogok először meghalni. Dobálóznak! Aha! Szép próbálkozás volt! Kinyírják egymást! Igen? Valakit kifelejtettem? Scheiße! Ah, belefutottam! Fordulj meg! Nem mindig sikerül a fejlövés ezeknél a bikáknál. Sam, I can't raise Jones. It might be a comms malfunction, but... Can you pinpoint his beacon? Beacon? Yes, it's in the amphitheater, but it seems to be mobile. I'll check it out.
I'm done as well. I can help you. Negative. I got this. Kenny, you get out of here. That's the old one. Can you check the bacon? Beacon! Mondta Skrában, nem kellett volna kihagynia. Akkor én nem erre emlékeztem. Szerencsére ez nem volt... Azt hittem, hogy ez fényéveken nehezebb. Úgy emlékeztem, hogy sokkal nehezebb rész volt. Bár valószínűleg lehet, hogy a videósok, akiknél néztem, azok nehezebb fokozaton játszottak. Az lehet, hogy az volt az oka. De annyira nem bánom, hogy nem haltam meg. Annyira nem hiányzik. Ach, du heilige Maria. A rakéták, az mondjuk tök jó. Ciao. 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 Haha. Ne. Ó, bassza meg. Szimplán ügyetlenségem miatt sérültem meg az előbb. Jézus! Oké. Megoldjuk. A szép volt. Egy, az nem is rossz, ugye? Bum! Most nem jött össze. Nem tűnik vészesnek. Szerintem tartható pisztollyal. Nem, így nem, hogy jön a csontig, így már nem. Nem, így már nem. Nem véletlen adott a játék ilyen sok rakétát egyébként. Heilige. Igen, hogyha nem jöttek volna a csontvázak, akkor pisztollyal szerintem le tudtam volna gyűrni ezt a három gekót. Szerintem, de nem tudom. Úgy tűnt, mintha tartható lett volna. Az egy 50-es HP, azt még nem kéne fölvenni. Hát, hogyha szarabra fordul a helyzet. Akkor 30-at elpocsékolnék. Uh-huh.
Én látom, hogy a játék tényleg rendkívül ritkán ad a gépfegyverhez lőszert. Folyamatosan csak a shotihoz, meg nagyon ritkán a rakétához, de a gépfegyverhez mondhatni szinte soha. Én nem tudom, hogy miért ennyire ritka ahhoz a lőszer, pedig azért... Ojjaj. Vagy az a gépfegyver sokkal gyakrabban használnám, hogyha lenne hozzá lőszer. De az sajnos rendkívül ritka. Hát látjátok, ti is nagyon ritkán ad a játék ahhoz. Hát ezek gyönyörűek. Mindegyiknek fütyije van. De miért nem női szobrokat raktak ide, ha? Tehát, hogy... Ez mindegyik fütyis. Nem áll. Nézz oda. Hey boss, you there yet? Getting a bit worried about Jones. Man's quiet. Not this quiet. Almost there. Kapcsoltam háttérvilágítást az kamerához, hogy valami látszódjon. Rokó. Itt nem volt valami puzzle feladvány? Vagy Sirius szakor, vagy szatyor, nem tudom. Jó, ezt nem olvasom ki. Friknik. Oké. Okay. Solaris. Kimaradt egy R-betű? Dictux. Pan. Frosty. Strike Unleashed. Milyen nevek ezek? NS Kuber. Ezek valamilyen támogatók, vagy fejlesztői nicknevek talán? Ezek nagyon úgy, ilyen nickneveknek tűnnek. User neveknek. Scott White. Nico. Asdorg. Maurizio. Oké. De ezeket nem is tudok interaktálni. Vagy várjá? Álltál! Hát ez... És így nem lehet. Csak rakétával lehet ezeket, de én nem akarom erre pazarolni a rakétáimat. Ha nem muszáj, akkor hadd ne pocsékoljam már ezekre. Én nem akarom ezekre elpocsékolni, he. Ne kelljen. I want you. Ez gyönyörű. Houston, azt hiszem van egy kis gond. Alta! I'm gonna cut you into little pieces. I hope you enjoyed that meal because it sure as hell is gonna be your last. For some reason, I just don't approve of people eating my friends. Jujujujujuj! I'm gonna cut you into little pieces.
Nyugalom! Just killed? I'll have to call and tell him some damn alien killed Tom. It'll ask me, what'd you do, Sam? And I'll say, I stuck this beacon right through that bastard alien's skull. Do you think that'll make him feel better? Let's find out together. What's happening? Keep losing your signal. There's too much interference. All beacons are placed and primed. But we haven't cleared the perimeter. Just a minute to reach the minimum safe distance. We are outside the target area. We got confirmation from the ground. Engage the HARP array. Sir, I'm not sure that's what Stone meant. Sam, please repeat. We're getting a lot of interference. I repeat. We have cleared the perimeter. We can't hesitate. Stone's a soldier. He knows the risks. Sir. Energize. That's an order. Confirmed. We have clearance from General Brand. Engaging HARP. Project Rock and Roll is a go. Oh, crap. No! Zó! Hát ez elég hosszadalmas és tartalmas küldetés volt. Hát Jones az sajnos, őt sajnos félig megették. De boss fight-tal zártuk ezt a pályát. Kenny? Yes, sir? Run! Zó! Innen fogjuk folytatni. Az a végére még kaptunk egy jó kis boss fightot. Hát, az a zene az annyira epikus alatta. Az annyira jó meg van csinálva. Ez a játék tökéletes példára, hogy egy jó soundtrackkel, jó zenével mennyire brutálisan meg lehet dobni a hangulatot. Ez a játék ezt csinálja. Zó! Beschreiben, ja. Ja, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Következő részben köszi a figyelmet. Szavaztok!